Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az előadás sorozat utolsó alkalmához érkeztünk, de még mielőtt belevágnék magába az előadásba, ismét felhívom a figyelmüket, hogy ez nem csupán egy előadás sorozat volt, hanem motivációt is szeretnénk adni azon közép- és felső felsőoktatásban részvevő hallgatóknak, akik úgy gondolják, hogy egy eszével is kipróbálják erejüket, akkor javaslom, hogy Tényleg tegyék meg ezt a próbát, én fogom elbírálni ezeket, és komoly pénzjutalmak várhatóak azoknak, akik, akik valami jót írnak. És még egyszer kérném a kedves pályázókat, hogy ne próbálják meg mesterséges intelligenciával átverni Ungári Krisztiánt. Az előadás elején tartozom egy önvallomással, lehet, hogy nem mindenki tudja, hogy én magam gazdálkodom is, most már több mint 25 éve. Tehát ez, a, ez, az előadás, ez nem csak történészi énemnek a gyümölcse, hanem úgymond azoknak a tapasztalatoknak is, amelyeket magam a szőlőegyen szereztem. Azonban azt gondoltam, amikor ezt az előadást, pontosabban ezt az előadás sorozatot szerveztük, hogy meglepő módon dióhéban, magában Tokaj -hegy aljában is felelhetőek azok a történeti problémák, amelyek Vörös vonalként húzódnak végig a XX. század történelmén. És lehet, hogy nincs igazam, de minden esetre ma erre teszek kísérletet, hogy ezt bebizonyítsam önöknek. Az első fotó, amit mutatnék, egy némi illusztráció szeretne lenni ahhoz, hogy amiről beszélni fogok, az, az egy nagyon-nagyon fontos kultúrtörténeti emlék. Itt ezek a palackok, ezek a londoni, Berry Bros. Rudd cégnél találhatóak, vagy voltak találhatóak, hogy most hol vannak, nem tudom. De a Berry Bros. Rudd, ez a tíz legrégebbi Londonban működő cégek egyike, aki ma is ugyanazon a helyen van, mint ahol alapították a 18. században. És kereskedtek tokai borokkal. Sajnos nem tudtam megállapítani, hogy pontosan mikor tól, de az biztos, hogy a 19. század végétől, mert onnantól kaptam mindenféle nyilvántartást és kimutatást. Volt tokai, egyébként sashegyi boruk is volt a repertoárban, és ezek a palackok, ezek, ezek egészen fantasztikusan méregdrágák voltak. Mondjuk három a jobb oldaliak, azok natúr eszenciák, a másik kettő, két asszú a Vindisgész borászattól 1837-től, ezek nagyon komoly presztízsborok voltak, és a Berry Bross, aki egy nagyon-nagyon patinás cég, külön marketinget folytatott az 1930-as években a tokai natúreszencia népszerűsítésére, és ezeket a borokat ugyanabban az árba adta, mint a legdrágább bordóiakat akkor. Igaz, nem is adott el belőle sokat. Szokták mondani, hogy Tokaj hegyalja világhírű, ez a világhír Magyarországon biztos, hogy igaz. Azonban, hogyha megnézzük, hogy mi is az, amire annyira büszkék vagyunk, és mi az, ami annyira világhíres, akkor ha történelmi dokumentumokba lapozunk, akkor néha meghökkentő szövegőket találunk. Például Tokaj hegyajának volt virágzó korszakart termelő, itthonattal barált, a születi időszak egyszeres, mint egy nagyszerű vásár volt, melynek örömzaja közt vált meg a terményétől, és felment velőn minden gondolkodástól hogy pincekezelést üzzön és borai számára piacot szerezzen. A kedvező korszak azonban letűnt, balfordulatot vőn, és a hegyaljai jeles borok kereslete megdöbbentő módon szállott alá. Mindezt 1867 be írják a Tokaj hegyaljai albumban, tehát hogyha megkérdezzük, hogy mikor volt a hegyaljának az aranykora, intuitív módon, mielőtt ezt a kutatást elkezdtem volna, magam is azt gondoltam, hogy no, hát biztos 1945 előtt. Akkor tehát mondjuk a 20. század első felébe. Hát nem. Akkor a 19. század második felébe. Hát nem. És ha még, kor, még jobban visszamegyünk, akkor azt állapítjuk meg, hogy a történeti források szerint ez a borvidék permanens válságban volt, amiből egyedüli kis apró szigetként a létező szocializmus évtizedei emelkednek ki. Erről később még beszélni fogok. Mindez azonban az éremnek csak az egyik oldala. Az éremnek a másik oldala az, hogy itt azért tényleg egy jelentős borról van szó. Jelentős borról van szó, nem csak azért, mert a világon nincs még egy nemzet, amelyik a himnuszába is beleírta a saját borát, csak a magyar, ezt fontosnak tartom. És van egy, van egy, egy barátom, Frank Szizewski, aki több mint 50 olyan zeneművet gyűjtött össze, amelyet a tokai borról vagy a tokai bornak írtak. Tehát nagyon sok bordal van, különböző borvidékeknek is nyilván több bordala van, de a Tokai ilyen szempontból messze felülreprezentált. És akkor mutatnék néhány menükártyát, ezek a száz királyi udvar menükártyái, nagyon kicsik rosszul olvasható, de a lényeg mégiscsak az, hogy 1898-ban, Képes, meg 1910-ben képesek voltak kibontani minden további nélkül 150 éves asszuborokat. Ami két szempontból érdekes, egyrészt, hogy volt nekik, másrészt, hogy iható volt még. Vannak kóstolási jegyzetek, hogy ezek nagyon is jól iható dolgok voltak. Hozzáteszem, hogy ráadásul a Száz judvarnak ezekből az égjelatokból mennyiségei is rendelkezésre álltak. A két náció van Európában, amelyiknek volt egy ilyen tokai mániája már a magyarokon kívül. Ebből az egyik ugye a lengyel, a másik a az azaz a Németország százországi tartománya jelenleg, de akkor ugye önálló királyság volt, ahol nem csak maguk a királyok ilyen több tízezer palackos készleteket görgettek maguk előtt, hanem a minisztereik is. Tehát egy nagyon-nagyon nagy mennyiségű bor volt történetileg, és ezek aztán érdekes módon egy ilyen furcsa körforgásba mentek át, mert hogy a száz király általában a lengyel közvetítőkön keresztül vette meg, majd miután százország megszűnt királyság lenni, tehát a Weimári köztársaság ideje alatt, a száz király udvar készleteit ezt eladták egy lengyel borkereskedőnek, aki ez a Varsói Fukier borház volt, ahol 1939-ig étlapon lehetett 1606-os aszut is venni, 450 zlotyér, ez egy nagyjából egy havi fizetés, tehát nem is annyira drága. És aztán 1939 után ezek a borok megint Németországba kerülnek, de én már nem a száz udvarba, és itt a történetet már jótékony homály fedi. Egészen a Führer esküvőig, ahol állítólag Tokai tívott, de hát ezt nem tudjuk pontosan. Ez a másik menükártya, ez egy eddig még be nem azonosított budapesti étteremnek a a dísz, ebédje vagy vacsorája negyedik Károly koronázására, itt is felbukkan egy 1797-es, meg egy 1811-es aszú, illetve mutatom a császári királyi udvar kártyait, ahol nem nagyon látszik, de 1901-es eszenciát, meg 1901-es szamorodnit ittak, amiben az az érdekes, hogy a szamorodnit például azt alapvetően, mint Bratenwein, azaz, mint pecsenyebor, tehát a főételhez itták ezt a jó szokást. Szeretném, hogyha önök is, hogy is mondjam, fenntartanák, hogy adott esetben édes, szamorodni, és szárazat is, minden további nélkül lehet főételhez inni. Tehát ezekkel a menükártyákkal, meg még ezernyi történeti anekdotával, amit önök biztos már sokszor hallottak, hogy melyik király a papagáinak eszenciát adott, és minden uralkodó oda volt azért a borérrel, nagyon sokat tudnék beszélni. De nem teszem. Arra viszont utalnom kell, hogy egy luxus termék esetében alapvetően a vásárló nem csak magát a termék minőségét fizeti meg, hanem igazából 90%-ban mögötte álló történetet. És amiről beszélek, ez azért egy számomra különösen fontos kérdés, mert hogy látom magam is ezt a vidéket, ami Magyarország kevésbé fejlett régiói közé tartozik, amelyik sokkal jobban is megélhetne adott esetben abból a kultúrkincsből, mint amiből hát meg kíván élni. Vannak ugyanis bizonyos problémák a történetekkel. És ugye ezekről a történetekről szólt ez az sorozat is eddig. És akkor idézném Hoppál Péter államtitkár urat, aki 2015-ben a Tokai Bormuzon megnyitó ünnepségén állítólag azt mondta, már pedig továbbra is érvényes, hogy Szepsi Lackó Máté találta fel az asszúbort. Ez a mondat azért nagyon érdekes és szép, mert ugyan teljesen mindegy, hogy találta fel az asszúbort, ha jó, de ahhoz, hogy a sztori hiteles legyen, tehát, hogy idejön egy vevő, megvesz, nem is olyan olcsón adott esetben egy üvegbort, és kiderül, hogy azt a bort nem is onnan szüretelték, nem is ott palackozták, és nem is azt találta ki magát a terméket, mint aki, aki rá van írva, akkor problémák vannak. És a Tokai Bor Múzeumban, ez a legérdekesebb egyébként, szintén dokumentált, hogy nem Szepsi Máté találta fel az aszubort, már csak azért sem, mert Szepsi Máté, aki Lóránfi Zsuzsannának egy kedves papja volt, ő 1636-ban halt meg, ha jól tudom, miközben az első olyan forrás, ami az asszú borról szól, az száz évvel korábbi. Nem beszélve a Fukier borház italapjáról, ahol van 1606-os évjáratú asszú, sőt, az 1930-as években egy boldog ember ennek az asszúnak a megkóstolását is megjelentette egy cikkbe, akinek van árkánum előfizetése, meg is találhatja tokai borok árait nagyon érdemes, érdekes megnézni, hogy a Szotébinél és a Krisztinél mennyire mennek el ezek a borok, mert hogy ennek ugye nemzetgazdasági jelentősége is lehetne. E, igazából statisztikailag mérhető mennyiségű adatunk 1850 utántól van. Ekkor a palack átlagár 1172 euró, majd a, a, 20. század első feléből 400 euró. Tehát ez az átlagár. Ez azért érdekes, mert hogy világ legdrágábban eladott bora, az egy Chateau de volt 500 ezer dollárért. Igaz, hogy mint később kiderült, hamisítvány volt. De az, hogy 10, 20 vagy 30 ezer dollárért, vagy angol fontért menjen el egy ilyen jobb Chateau Latour, vagy egy ö, márgó, az úgy minden további nélkül benne van. Tehát, hogyha nem tokai borokról lenne szó, akkor itt biztos, hogy egy nullát az árak mögé kellene írni. Tehát ezek a borok a világ értékítélete szerint rendkívüli mértékben alulértékeltek. Ez tehát mondjuk a világhírkérdésnek már egy indikátora lehet. Miről is beszélünk? És akkor egy kicsit be kell önöket vezetnem a tokai bor világába, mert hogy itt több kategória van, amelyeket el kell különíteni. Egyszer vannak a száraz asztali borok, amelyeket történetileg hívtak koordináriumnak is, ami azt jelentette, hogy a szőlőt leszvették, nem volt benne túl sok asszuszem, a bor kiérjedt, a cukor alkohol között egy dinamikus egyensúly van, 17 g cukorból lesz 1 g alkohol, és egy must, egy normál must, ami 20 magyar mustfokos, az általában 12-13 százalék alkoholra kierjed. Amennyiben a szőlőben sok az 20 volt, vagy a szőlő betöppett, vagy kettő kombináció jött létre, és mondjuk a kiinduló most fog már nem 20, hanem 25, vagy 28, vagy 30, vagy 35, mert ilyen is volt nekem tavaly, akkor egy, egy édesbor fog létrejönni, amit hívtak főbornak, illetve a lengyel számomra rodni, tehát ahogy termett, ez a magyar magyarra vált kifejezés is meghalmosodott, ez először mindenképp egy édesbor volt, és aztán, ahogy múlt az idő, mivel történetileg a sterilis szűrés és a pasztorizálás sokáig nem volt is, mert ezek a borok általában kierjedtek, és szárazzá váltak. Volt az asszú, amit ugye úgy készítenek elvileg, hogy egy bizonyos mennyiségű alapborhoz vagy musthoz raknak egy bizonyos mennyiségű asszú szemet, amit külön kiszedegetnek, és van a natúreszencia a natur a legizgalmasabb része a dolognak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ember egy nap nagyon jó évjáratba kiszed körbelül 10 a rekord, mondjuk 20 kiló ilyen asszus szemet. Ez így szemenként kell szedni. Ezeket berakja nagy fennálló tartályokba, van alul kisjuk, ott folyamatosan kicsöpöghet belőle a lé, és mondjuk 100 kiló aszuszemből szemből kicsöpög 5 liter. 100 kilót azt a leges, legoptimálisabb esetben is egy ember 5-8 órás munkanap szedett ki, de inkább 10. Tehát ez, ebből is látszik, hogy a natúr eszencia az egy nagyon-nagyon költséges dolog, általában külön nem is hozzák forgalomba, ennek a cukortartalma 550 g-tól indul 900-ig, tehát annyira édes, hogy szinte harapni lehet, adott esetben a cukor ki is tud benne kristályosodni, és soha nem tud kierjedni, egy pici felületi erjedés van benne, de rengeteg ilyen csodás gyógyulásos történet van már natúr a fogyasztás kapcsán, tehát mindenképpen felhívom a figyelmüket. Én rendszeres fogyasztója vagyok. A, ha meg, megnézzük, hogy mióta van Tokai, és ezeket a Történeti bevezetőket mindenképp el kell mondanom önöknek, hogy aztán a témához juthassak. Ennek egy hosszú története van. Ami miatt a tokai igazából érdekes, az, az egyrészt ez a legelső olyan dokumentált édesboros vidék, ahol az édesbor készítés viszonylag korán le is lesz írva, hogy hogy készül, bár az antik görögök is készítettek édesborokat, tehát édesbor máshogy is volt, korábban is volt, de toka hegy alján ez egy fő profillá vált, és a, a kora újkorban ebből nagyon-nagyon komoly pénzek is keletkeztek, és ez összefügg azzal is, hogy a borvidéknek az első klasszifikációja mikor történik. Itt az adatokat nem olvasson fel, mert ugyanok úgy is látják ezeken a szlájdokon. Ö, arról, hogy ö, aszút, aszú szőlőből bort lehet készíteni, már az antik ö, rómaiak is írtak ebbe, ugye az a technológiai probléma, hogy ö, az aszú szem, ami nagyjából úgy néz ki a mazsola, mint a mazsola, nagyon nehezen préselhető. Tulajdonképpen nem préselhető. Valahogy viszont azt a cukrot, ami benne van, fel kell tudni tárni, ezért áztatni kell, de az áztatmány is nagyon nehezen préselhető. Tehát az, hogy egy lealszusodott szőlőből levet lehessen préselni, az egy külön kihívás tud lenni, bizonyos évjáratokban, mint például a 2004, a hiába rakott mondjuk szunyokhálót is az ember a présbe, hogy valamennyire felfogja. az történt, hogy ha az ember bedobta a szőlőt a, a, a bogyózóba, egy, egy lekvárszelű valami jött ki, és az a lekvárszérű anyagot igazából nem lehetett préselni. Tehát nagyon-nagyon nehezen lehetett feldolgozni. És ezért már az antik rómaiak is foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy milyenkor a teendő. A különszedés, az édesborral, a szárazborral felöntés, áztatás, az áztatás ideje, ezek mind fontos kérdések voltak, és a columnának a dél rustic könyvében, amit aztán a 16. században újra felfedeztek és kiadtak már szerepelnek erről gondolatok. Szepsi Lackó ezek szintén ugye le lettek így írva, de már Szepsi előtt egy bizonyos Szikszai Fabricius Balázs nevű szerző egy nomenklatúra könyvben, amit 1576 előtt már megírt, de csak 1590-ben jelent meg maga a mű, ebbe is szerepel a Vinum Passum bor, szőlőbor, illetve a főbor kifejezés. Ami érdekes, hogy ezekben a korai dokumentumokban a furmint nem jelenik meg. Tehát ma mindenki tokajt a furminttal azonosítja, illetve vannak még más szőlőtípusok, a szőlőfajták, a muskotály, meg hasvelő esetleg zéta, meg még kabar, meg ilyesmik, de a furmint ugye több mint 70%-át teszi ki ma a borvidéknek. A furmint első említése 1600, és a második említése 126 évvel későbbi, tehát ez egy lassan elterjedő szőlőfajta volt, és alapvetően a filoxíra köszönhette azt, hogy egyeduralkodóvá válhatott. Ez azért nagyon fontos, mert amikor arról beszélünk, hogy mi a hagyomány, akkor nagyon kérdés, hogy mikor. Mert hogy ha olyan bort akarnánk inni, amit Rákóczi Ferenc küldözgetett diplomáciai ajándék gyanánt ide-oda meg amoda, olyan bort azért nem tudnánk inni, mert hogy ezek a szőlőfajták már nincsenek a hegyalján, vagy nagyon kevés van belőle. Maga a fur, mint egyébként egy bizánc felől érkező szőlőfajta, csak az a bajunk, hogy nem nagyon van régészeti lelet arról, hogy a bizánci szőlőművelés technológiai dolgai, azok hogyan szüremlettek be a Kárpát-Perencére. Vannak bizonyos nyelvi nyelvi és technológiai egybeesések, mint a protopron, az a natúreszencia, illetve egyáltalán az ezzel való foglalatosság, amit a bizánci borkultúra ismert, de nem tudjuk igazolni azt, hogy konkrétan bizánci hatásra alakult volna ki az készítés. Ami igazán fontos, és akkor itt a legendákhoz, illetve a luxus termék árának a meghatározásához közelebb jutunk, ez a klasszifikáció, az a szabályozás. A világ egyik legdrágább borvidéke, Bordó, ott 1855-ben történt meg az első szabályozás. Ehhez képest Tokaj hegyalján több mint 200 évvel korábban a szabályozás rendkívül egyszerű volt, a borokat ugyanis alapvetően nagy britanniába adták el, minden sátó igazából egyfajta bort készített, pontosabban azt az egyfajta bort klonozta, mert hogy volt egy nagyon jó vörösbor, meg egy kevésbé jó vörösbor, és esetleg egy még kevésbé jó vörösbor, de három száraz vörösborról beszélünk, vagy kettőről. Ezek a sátónak megfelelő címkét viseltek, ennek ennyi volt az ára, annak annyi, és ennek alapján beosztották 5 plusz egy osztályba a bordói, a medó, először csak a medoki sátókat, és ebből jött létre az a szisztéma, ami ma is nagyon meghatározó, ami persze nem jelenti azt, hogy egy, egy első osztályú az minden esetben drágább most is, mint mondjuk az ötöd osztályú, mert valamennyire ezek változnak, meg magát a klasszifikációt is mindig újra finomítják. De egy, egy nyugat-európai, vagy egy amerikai, vagy egy ázsiai borértő az rögtön fogja tudni, hogy egy dözienkrű az mit jelent medokba, ez mond ez a fogalom neki valamit, és ki is nyitja a pénztárcáját. Ez a legfontosabb. tokai esetében hiába van nekünk rengeteg korábbi klasszifikációnk részben, az a problémánk, hogy nem tudjuk, hogy ezek pontosan milyen szempontok alapján történtek. Valószínű, hogy a termékenység, termelékenység alapján, tehát hogy a szőlő birtok az adott hektárja a mennyi termést szolgáltatott, ami nagyon fontos még viszont, hogy a tokainál, és ugye minden élelmiszernél felmerül az élelmiszer hamisítás, ez most már nem annyira minden mindennapjaink része a hamis élelmiszerek vásárlása, de ez a kora újkorban, meg még később is egy gyakori probléma volt, és pontosan a tokai hamisítása miatt is határolták le ezt a borvidéket, mint ahogy egyébként minden történeti borvidéket előbb-utóbb földrajzilag is lehatárolnak. <coughs> Magáról pedig a bor készítésről, hogy hogyan kell ezt a bort megcsinálni, az első részletes leírása Szirmai Antalhoz kötődik, azonban meg kell jegyezzem, hogy amit Szirmai leír, és ami nagyjából a mai aszukészítési tudásunkkal azonos, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy mindenki úgy csinálta. Vannak francia utazók, akik a borvidéken eltöltöttek egy hónapot a 19. század közepén, és azzal jöttek haza aztán, hogy tulajdonképpen nem tudják megállapítani, hogy hogy készítik az aszút, mert mindenki mást mondott róla. Tehát, hogy volt egy kis kuszaság ebben a történetben, és ma is van, ami nem tesz jót a terméknek. Gazdasági sikeresség. Én próbáltam összeszedni néhány számot, hogy, és akkor itt már lényegnél vagyunk, a világhír, az mit jelent számokban a gazdaság oldaláról? Valószínű önök közül senki se ismeri a Weinberg Kft-t Sárospatakon. Ez egy acél egy gyártó üzem, amelyet egy Dercó István nevű vállalkozó hozott létre tulajdonképpen saját ötletéből. Nem egy neres vállalkozásról van szó, hanem ő egy self-made man volt. A Weinberg egy viszonylag nagy üzemmé vált Sárospatakon, megnéztem a tavalyi éves árbevételük volt 32 milliárd forint, és a nyerességük 4 milliárd forint volt, és ezt 207 állandó alkalmazottal érték el. Ez egy nagyon sikeres cég. Emellé, ha lerakom az összes, hangsúlyozom, az összes tokajhegyaljai borászati céget, megnézem a bérleg szerinti beszámolóikat, hozzárakom a kistermelők becsült fekete piaci és nem fekete piaci eladásait, akkor egy 12 milliárdos árbevételhez jutunk. A nyeresség az megállapíthatatlan, de valószínűleg nagyon minimális lehet, mert hogy a legtöbb cég az nem igazán nyerességes, és ezeket a számokat 3000 ember munkájával érik el legalább alsó fokon. <kül> Tehát jelenleg ez a, ez a termék ez igazából piacilag nem indokol. És hogy mennyire nem indokolt, azt leginkább azokból az agrárollókból tudom levezetni, amelyeket, amelyek az utolsó két pont utal. Nevezetesen a szocializmusban egy liter mustárából lehetett venni négy liter tejet, egy liter anyagot és négy kiló kenyeret, ma pedig ugyanabban lehet venni rezsicsökkentett áron három deci tejet, kevesebb, mint két deci üzemanyagot, és két Húzdek a kenyeret. Tehát, hogy teljesen eltolódott árakról van szó, és ezt ott is láthatják, hogyha a borvidékre mennek, akkor ennek a borvidéknek az épített öröksége alapvetően a kárárkockákból áll. Nem véletlenül. Nevezetesen se a szocializmus előtt, se azóta. Tömeges gazdagodás szőlőtermelésből nem történt, ennyiből megtévesztő persze az azóta, mert hogy presztízs beruházások miatt íratlan mennyiségű pénz áramlott oda be, de ez nem biztos, hogy csak jót tett a borvidéknek. Elnézést kérek. Ezeket a fotókat én csináltam, csak azért hoztam ide, hogy lássák, hogy ez az aszú, ez hogy néz ki. Ez tapintásra kicsit zsíros, ruganyos, és igazából a női kezek tudják a legjobban szedni. Az első ismert szárazboros címke, ez a bizonyos véghegyi a vádott Bassenheim borászattól, ami azért egy fontos kordokumentum, mert hogy ez azt jelenti, hogy 1882 előtt, ha palackoztak is bort, szárazbort, nagyon keveset palackozhattak, mert nem találtunk még címkét. Hozzáteszem, a címke gyűjtésem kb. 1000 rekordból áll, ami mind 1945 előtti. Ezek részbe palackkal lefotózott címkék, részbe palack nélkül. És a címke meg a palack azért fontos, mert feltételezi, ha van egy címkézett üvegünk, hogy létezik egy standardizált árucikk, ami hasonló minőségben egy boltba megkapható és ahol nincs annyi csiki hogy egyszer ma ilyen volt, holnap meg a molyan. Jó esetben. A tokaival azonban ez nem egészen így volt, és erre szeretnék néhány példát mutatni. Az első, ez a bizonyos Széchenyi István levele Dezsőfi Józsefnek, amiből nem olvasom fel az egészet, de a tartalmi összefoglalása az annyi, hogy szeretett volna valaki nagyon tokait rendelni, nagyon-nagyon nehezen tudott hozzájutni, mert senki se tartott Konstantinápolyban tokai bort, és amikor ezek megérkeztek, kiderült, hogy a magyar bor rosszul van bedugózva, rosszul van összecsomagolva, és ráadásul fel is robbannak a palackok, szemben egy francia rendeléssel, ahol a francia borok mind jól vannak bedugaszolva. És erre persze mondhatjuk azt, hogy a franciáknak van helyzeti előnye, mert hogy a parafadugót azt gyorsabban szerzik be, hiszen Portugáliából vagy Spanyolországból kell odahozni. Ezzel szemben a Balkánon sajnos parafát nem termesztelek. De a lényeg az, hogy Széchenyi ezt a történetet azért is tartotta fontosnak, mert hogy utal arra, hogy a magyar gazda, aki azt mondja, hogy az én borom virághírű, rossz attitűdöt tanúsít akkor, amikor a termékét el kellene adni, mert hogy mit ér minden fáradozás, ha nemzeti hiúságokat kecsegtetőleg oly nagy érdemű férfiak állnak elő, mint te, és azt mondják, a mi borunk jobb és olcsóbb, mint a franciái. az elhízott falusi gazda ahelyett, hogy jobban tanul a gróf Dezsőf József egészségére iszik, és így hasog az egekbe, igaza van a nagy hazafinak, jobb a mi borunk a franciánál, de vám miatt kivinni lehetetlen, és a szorgalom fél évszázadra visszaszökken. Ez a levél ez 1860 körül születik, tehát a borvidék válságának már a közepén. Szécsényi ennek kapcsán van egy jó tanácsa is, ami a következőképp hangzik, mert hogy van egy folyamatos vita arról, hogy a magyar termelő szeret valamit, és nem érti, hogy azt más miért nem szereti, miközben szeretnie kellene. Ö, és Zécsényi ezt az egészen rendküli tanácsot mondja, hogy hát ha nem veszi rossz néven csekély tanácsomat, édes uram, azt javasolnám, készítse borának azon részét, melyet maga használ, tökéletesen maga ízlése szerint, hanem azon részt, melyet eladni szándékozik, ha kívánja, hogy vevője akadjon, nem maga, hanem annak ízlése szerint, kitán azt megvehetné, és kérdem, van ennél józa a cselekvésmód? Ez azért fontos tanács, mert sajnos Hiába szereti Ungvári Krisztián az édes stokai bort, és hiába tudok én minden fogáshoz inni az utc szamorodni, bármikor, hogyha a világ nagy része ezt nem így gondolja, mivel hogy rendőri eszközeim nincsenek, tudomásul kell vennem, hogy azt fognak venni, amit ők szeretnek. És a magyar borexportőrök már a 18. században tapasztalták azt, hogy ezek az édes borok bizonyos speciális eseteket kivéve, amikor, luxus piacra és luxus termékként lehet eladni, igazából nem annyira népszerűek. Mit ír ugyanerről Mezősi László, aki egy fontos hegyaljai bortermelő volt, és korábban, ha jól emlékszem, Kossuth Lajos titkára is. Még a világ minden nemesebb borfajtáj, mint a Malaga Madaira Bordlók szerez rénus, rénusi, sőt, még a jelentékenyebb angol sörfajok is mindig és mindenütt. Csak apró adagokban Butellákba adatnak át a kereskedésnek, addig a föld legnemesebb nedve, a borok királyatokai nagy faedényekbe hurcoltatik szerteszét, hitelét vesztve, haszontalan alma És csak a külföldi kereskedők ezekbe idomítatik aztán által. Ki azt valaha, hogy valaki hordószámra alkudott volna madairát, serit, sempenyert? Nagyon bosszankodnák magukat ezen vakmerősségen azon nemes borok termesztői, ha akadna ember, ki szembe így merészelnek gorombáskodni. És ott a legszebb mondat. Itt nálunk pedig Tokajon eljön egy rondos, sláfrakos lengyel zsidó, megáll a két-három makós eszencia előtt, és nagy elbizakodottsággal azt kérdezi, hogy egy vagy több ántalag eszencia, a zárójel ántalag 90 literes hordó. Hogy egy vagy néha 20 hordó négy puttonyos. És mi szegény tokai bortermesztők szívesen veszünk ezen már szokott kevésséget, és alkuszunk derűre borúra, mert Nincs butellás kereskedésünk, de még azt sem tudva, ugyan Porosz és Lengyelországban hány száz percentet nyerhetnek rajtunk gyáva hordós bortermesztőkön az élelmes butellás borkereskedők. Bor Borexportnak ugyanis vannak speciális gondjai. Az egyik, és legfontosabb a tokaiak esetében az utóerjedés. Ez azt kell érteni, hogy a bor, ha tartalmaz cukrot, és alkoholt, ez valamilyen szinten dinamikus egyensúlyban marad, azonban, hogyha a hőmérséklet változik, vagy valamilyen behatás éri ezt a bort, akkor adott esetben a cukorból alkohol erjed. Ez az alkoholos erjedés 16 alkoholfok, 17 alkoholfok felett magától leáll, de azt nyilvánvalóan el tudjuk képzelni, hogy egy 17 alkoholos bor az nem föltétlenül lesz harmonikus. Az aszuknál az erjedés egy további problémája, hogy először nagyon nehezen indul el, mert hogy nagyon tömény az alapanyag, és az élesztők nagyon nehezen mozognak abba a tömény musba. Tehát egy lassú, adott esetben megszakításokkal tarkított erjedésünk van, mert hogyha a például a pince hőmérséklet leesik, akkor megáll, hogyha felmegy, akkor elindul. És hogyha ezt a bort hordóba szállítják, mondjuk melegbe, akkor is biztos, hogy elindul. Hogy ezt meg lehessen akarályozni, komoly pénzeket fizettek aztán Franciaországban, ahol szintén volt egy édesbor probléma, mert ott is készítenek ikenben ilyet. Franciaországban Pasteur, illetve Magyarországon Price Moritz kémikus ugyanabban az évben fedezte fel igazából a pasteurizálást. Mind a két esetben magát a felfedezést, tehát a borászat indukálta, csak sajnos Price Moritz a felfedezését később publikálta, így Pasteur lett aztán az, aki rőlapasztul üzelest elnevezték, azonban ami tanulságos, hogy bár Magyarországon a technikai lehetőség 1800, mondjuk 70 től biztos meg volt, hogy sterilizálással mentes borokat lehessen készíteni, a magyar gazda, a gazdák többsége lustasságból ezt nem tette meg. Egyrészt azért, mert nem palacba adta el továbbra se a borát, hanem hordóba, másrészt meg azt gondolt, hogy ez így is jó. Nagyon érdekesek a különböző beszámolók, amire mezősés utalt, hogy különböző magyar mezőgazdasági szakírók Sziléziába vagy Varsóba kikerülve ott, amikor belefutnak tokai borokba, akár hordóban, akár palackba, azokat sokkal jobban kezeltnek látják, mint amelyet Magyarországon isznak. Tehát, hogy a borkezelés technikai színvonala külföldön már ekkor is sokkal magasabb volt. A címkét azért érdemes külön kiemelni, mert hogy 1800-as évek elejéig nem nagyon létezett olyan, hogy bor címke, és pedig azért, mert hogy az offset nyomást csak akkor fedezték fel, és korábban nagyon drága lett volna egyes címkéket készíteni. Azonban az offset nyomtatás elterjesztésével viszonylag olcsóvá vált a címke, és az első boros címkék Európában ezek a 19. század elején jelennek meg. Tehát az említett Véghegyer címke, az egy 70-80 éves péttel érkezik igazából hegyaljára. A vevők ízlésének figyelemben nem vételét már említettem, illetve marketing hiánya ez is evidens lehetne, de erről külön szólok. Seprőntartás seprőn tartása, rövidlátó szempontjai ez egy fontos kérdés, és ezt el kell magyarázzam, hogy értsék, miről van szó. A seprő ugye az az üledékanyag, ami a boros hordó alján képződik, a borból folyamatosan történnek kiválások, és ez leül a hordó aljára, és ilyenkor át kell fejteni a bort. A magyar termelő azonban rendszeresen seprővel adta el legalábbis egy termelő a bort, és ebbe egy sajátos szimbiózis alakult ki a termelő és a kereskedő között, holott seprőn eladni bort az biológiai szempontból a legnagyobb bűn, mert a seprő az egy romlásra sokkal jobban hajlamos anyag, ráadásul ha felkeveredik, akkor a bor zavaros is lesz. Azért adták azonban seprővel el a bort, mert a seprővel nagyon jól lehet hamisítani. Ugyanis, hogyha a seprőre adott esetben bizonyos arányba vizet öntenek, vagy egy nagyon jó bor septője egy nagyon szarbort, akkor még mindig fel lehet azzal javítani a történetet. Egyébként a egyik tokai bortípus, a máslás, az konkrétan úgy keletkezik, hogy az aszú seprőre öntenek egy száraz bort, és egy rendkívül jó édes bor keletkezik a végén. Persze minden egy arány kérdése, hogy mondjuk 50 liter seprőz, 50 liter alapbort öntenek, vagy 300 litert. De a lényeg az, hogy, Azért adta el a termelő seprővel a bort, mert a vásárlók egy része hamisításba is utazott, és megvette a seprőt, ez viszont azt jelentette, hogy a seprővel eladott borok mikrobiológiai stabilitása az úgy körülbelül nulla volt, és valószínű a legtöbb helyen, ahol azt elkezdték kimérni, ott azokkal a borokkal valami probléma lett előbb-utóbb. Tehát sokkal rosszabbak lettek, mint amilyenek lehettek volna. Nagy magyarok foglalkoztak egyébként azzal, hogy mit kellene itt tenni. Veselényi Miklós például külön kesergette a balítéletekről szóló nagyon című, nagyon fontos közgazdasági művébe, hogy a boroknak üvegekre vétele mesterségére szinte mondhatni tudományáról, alig tud egy-egy ember nálunk valamit, becsinálásához nem értünk, ehhez szökséges jódugó egész országban egy sincs. Mondja ezt 1833-ban. És aztán van egy cikk a gazdasági lapokban 1850-ben, ahol szintén ugyanez köszön vissza, hogy az országban igazából képtelen a termelő normálisan előállított, standardizált terméket előállítani, ahol az üveg normálisan néz ki, és normálisan van ledugva. És nem csoda, hogy így ezek a borok eladás szempontjából hát nincsenek egy jó helyzetben. Mondanék néhány konkrét esetet, amikor nyomon követhető, hogy mennyire volt sikeres a tokai, mint kereskedelmi termék. Az első legyen Nagy-Britannia. Ez azért is egy nagyon jó példa, mert Nagy-Britanniának akkor még semmi saját bortermelése nem volt, sőt a gyarmatokról se hozott be bort tulajdonképpen, sok mindent hozott, de ezt nem. Tehát egy, miközben a fogyasztás kulturális okokból adott volt, tehát a bornak pláne a kora korba volt egy komoly presztízse, ami azóta kopik bizonyos mértékig, de egy nagyon hálás piac, mert hogy alapvetően tízszeres árréssel lehetett dolgozni rajta. Tehát ha megnéztem a számokat, ahhoz képest, hogy Franciaországba vagy Magyarországba kerültek a borok, nagyjából a tízszeres árát lehetett elérni a 18. századba. Ehhez képest majdnem mindenki, aki belevág ebbe a nagybritanniai exportba, az előbb-utóbb csődbe megy már úgy értem Magyarországról megy csődbe, mert portugál, spanyol és francia borkereskedők nem mentek csődbe. Széchenyi Ferenc, aki maga is járt Nagy-Britanniába, és azt tapasztalta, hogy igazából állandó tokai kínálatot nincs is, leírta azt, hogy itt súlyos problémák vannak. Egyrészt azt, amit kapni lehet, annak a minősége nem föltétlenül jó. A britek alapvetően nem ezeket az édesborokat szeretnék, hanem könnyedebb borokat akarnak inni nagyobb mennyiségbe, és ennek a bornak marketingje sincs, és teljesen megbízhatatlan a szállítók. Vaj Miklós Báró egy nagyon érdekes eset, mert egy olyan főnemesről van szó, aki teljesen eltér attól a képtől, mint amit mi egy ilyen főnemesről elképzelünk, és Vaj Miklós egy nagyon komoly gazdasági vállalkozó volt, ipari kémkedést is folytatott, például Angliából hazahozott egy komplet szövőgépet. Ez egyáltalán nem magától értetődő egyébként, hogy egy századosi rangú egyébként hadmérnök az, az Angliában, ahol a különböző szakmai járt, ilyen vállalkozásokra is ragadtatja magát, egy salétromgyárat is létesített Debrecen mellett, és ő próbált Angliába, illetve Franciaországba egy nagyobb mennyiségű bort elhelyezni, amit részben saját maga termelt meg, abból a dűlőből, ahol én is gazdálkodom, részben fölvásárolt. Ez a kísérlet csúfos kudarcot vallott, és pedig azért, mert a borok beérjedtek, a palackok felrobbantak, a szerencsétlen Vajmiklósnak 2000 palackot magának kellett Párizsba egy és csak az mentette meg a totál hogy jó érzékkel nagy mennyiségű eszenciát is vitt magával, és mivel a matúr eszencia ugye nagyon tömény, az nem erjedt be, azokkal vissza tudta pofozni a beerjedt aszukat, és így valahogy elő tudott állítani valamit, aztán elő, eladott többé-kevésbé jól Angliába és Franciaországba, de az egész út így is veszteséges volt, és a részleteit azért tudjuk viszonylag pontosan rekonstruálni, mert hogy itt három ember állt össze, az egyik a monarchia hadseregének egy hadbiztosa volt, aki aztán belekeveredett egy, egy, nagyon súlyos korrupciós ügybe, és ebből egy, egy hadbírósági ügy is lett, és ennek egy oldalszála volt a Borexport, de csak azért, mert hogy ebbe az illető pénzt rakott, és ezért megmaradtak ennek a dokumentumai. Skerlec Miklós, zágrábi főispán és gazdasági szakíró, maga is írt néhány évvel később a export kudarcok okairól, amire azt írt, hogy nem voltak a borok egységes minőségűek, nem voltak rendesen kezelve, nem volt megfelelő csomagolás, és hiányzott az előzetes piac felmérés, mert hogy nem föltétlen ezt kívánták az angol fogyasztók. Szemere Bertalan, ugye belügyminiszter volt, tehát akkor Pint és Sándorra, hogyha nem lenne blaszfémia egy ilyen kifejezés, 1848-49 után halára ítélték, és Angliába menekült, és ami nagyon érdekes egyébként a kor viszonyait illetőleg, hogy Szemere Bertalan megpróbált ugye abból élni, hogy magyar összekötetéseivel, amivel rendelkezett, borokat exportált, illetve importált Angliába Magyarországról, és hogy a korabeli rendőrség ezt nem akadályozta. Tehát egy volt halára ítélt belügyminiszter simán levelezni tudott a absolutizmus alatt magyarországi kapcsolataival, akik neki komoly értékű árukat küldtek ki, és erre nem csapott le a rendőrség, tehát egy modern korba, 20. században ez elképzelhetetlen. Szemere Bertala minden bizonyalat borba halt bele, ugyanis azok a frusztrációk, amik érték Mezősi László és társai részéről, akik rendszeresen rosszul palackozott, nem teljesen lederített dolgokat küldtek, és ő meg az angliai vámárú raktárba találkozott ezekkel a ládákkal, amiről már oldalt folyt ki a bor adott esetbe, De ez nagyon megalázta őt, aki hitt a tokai borban, és hitt a tokai bor világhírében. Az első olyan angliai borkereskedő, aki folyamatosan botrányok nélkül képes volt tokai bort piacon tartani, az Gréger Miksa, aki egyébként az Andrássy út 114-es számú házat, ami később a Corin Weiss családélet építette fel. egy nagyon sikeres, a top 10-be bekerülő angliai borkereskedő volt. Tehát 1860 előtt nem volt állandó tokai bor Nagy-Britanniában. Oroszország. Oroszországról nagyon sok szép legenda van, a Nagy Katalin közölte, hogy ő nem bír tokai eszencián nélkül élni. Volt egy külön borfelvásárló bizottság Tokajban, külön templom is épült nekik, egy azt hiszem egy alezredesi rendfokozatú személy volt ennek a vezetője, de itt is állandó problémák voltak részben, azért, mert maga a magyar állam is hátráltatta a bizottság tevékenységét, és azért aztán ez meg is szűnt. És többen csődbe mentek akkor, amikor már nem a cári udvarnak kellett volna bort eladni, hanem, hanem a szélesebb közönségnek. Az említett vajmiklós itt is próbálkozott, nem kísért összegért, tehát 30 ezer arany forint, az, az egy nagyon nagy összeg volt akkor, és ez a vállalkozása is csúfos kudarcot vallott. Részben ennek persze technikai okai voltak, mivel hogy nem volt vasút, ezeket a borokat, a palackokat ládákba kellett csomagolni, iszonyatosan nagy volt a csomagolási költség, és sok volt a vám is, és ugye eztnek a szállítása a Kárpátok hágóin sem volt egyszerű. De a lényeg az, hogy az orosz piac igazából nem volt egy sikertörténet. Tehát hiába vannak a legendák az uralkodói ajándékról, és itt kell említenem azt, hogy a Tokaja kapcsolatos tév, tév képzetek legfontosabb oka az az, hogy aki Tokait ivott a koróikori Európába, az általában ezt uralkodói ajándékkép szerezte meg, vagy Rákocitól, vagy az ellenféltől, a Habsburgoktól, ugyanis rendszeresen küldözgették ezeket az eszenciás kísordókat, meg palackokat. Igen ám, de ennek két, ezek két probléma volt. Az egyik, hogy a nagy közönsége miatt úgy tudta, hogy Tokai valójában csak a császárnak van. Tehát, hogy igazából rajta kívül nincs más, aki ezt termelni, és ez nem véletlen, hát azért gondolta így, mert nem is látott mást. A másik egyébként, ami érdekes a a dolog nagyon nagy presztízse, hogy például a Dán király is rendszeresen kapott eszenciákat, és azért kapott eszenciákat, mert hogy cserébe grönlandi fehér vadászsolymokat adott a Habsburg Ez a kornak a, a legdurvább luxus termékéről beszélünk, tehát az idomított grönlandi fehér vadászsolyom az a Tesla Teslája. És, és, a Dán király udvarnak van is egy ilyen átirata, hogy mivel mi nem vagyunk egy wir nem in ferhelt Tribut azt hiszem, így hangzik az eredeti szövegbe, tehát nem vagyunk függőségi viszonyba, ezért a vadássolymokért, 3000 tudom, hár három sámpányt, meg nem tudom mennyi eszenciát kérünk, és akkor így igazából cseréltek. USA export. Ezt azért érdemes elmondani, mert hogy van egy történelmi személyiségünk, akinek egy nagyon jól dokumentált hagyatéka van, Thomas Jefferson, aki nem csak az USA elnöke volt, hanem korábban Párzsi követ, pont a forradalom alatt, és Jefferson egy mániákus borfogyasztó és borvásárló volt, aki csillagászati összegeket költött borra. Tehát elképesztő sok pénzt rendszeresen és folyamatosan ölt ebbe a szenvedélyébe, és egyébként a legdrágább vásárlása, amit valaha borért kifizetett, az magyar bor volt, mert hogy egy hamburgi kereskedőtől egyszer tudott szerezni toka is palackokat. És nagyon érdekes, ami itt történt. Tehát van nekünk egy Jeffersonunk, aki diplomata is, akkor még nem volt államfér, nem volt az USA elnöke, csak, csak nagykövet. Tehát nagyon sok pénzt adott ki, akart még venni. Azt nem tudta kideríteni, hogy az eredeti termelő ki volt. Tehát, hogy volt egy tokai, ami ezt hozzájutott, egy közvetítőn keresztül, de az, hogy ezt valójában kiállított elő, lehet-e még egyszer venni ugyanabból a forrásból, ezt neki nem sikerült összehozni, pedig egy palack borért 4-6 gram színarany árába fizetett. Ez 80 ezer forint, úgy nagyon durván mostani árszínvonalon. És az első amerikai importőr az 1880-as években jelenik meg, ami azért szomorú, mert ugye most már az USA borpiaca az több, mint önellátó, de ez nem volt akkor így. Megjegyzem pont egy részben egy magyar borásznak köszönhetően lett önellátó, mert hogy az amerikai borászatot is egy magyar emigráns teremtette meg. Boros címkék. Az említett címkegyűjteményem kapcsán érdemes megemlíteni azt, hogy ha van egy boros címkénk, az még nem mindent árul el, mert hogyha rajta van egy évjárat, az nem azt jelenti, hogy azt a címkét is akkor gyártották, mert nagyon sokszor, sokkal később készült el a címke. Tehát, hogy 1882-es évjáratú bor, az nem azt jelenti, hogy azt 1883-ba kapni lehetett. Lehetséges, hogy csak 15 évvel később lehetett kapni. Mondjuk a száraz bornál ez az intervallum kicsit kisebb, Mindenesetre sok olyan boros címke van, ami 1815-ös asszú, de azt valójában 40 évvel később Prágába palackozták. És az első olyan asszú címke, amit be tudunk azonosítani, hogy mikor rakják fel a palackra, az olyan 1850 körüli, az első szamorodni címke meg 1889, tehát nagyon késő. Mindez mutatja, hogy valószínűleg az eladás tehát olcsó áron történt, és lédik be az az hordóba. Ami azért fontos, mert hogy a tokainak az alacsony ára a válság legbiztosabb jele. Liptai Albert egy borászati szakíró volt, aki 1909-ben leírta azt, hogy Toka hegyaja ma határozottan csőd előtt áll. Nem olvasom fel, el tudják olvasni a szöveget, csak azt, azt, az egy mondatot azért mégis, hogy mert ahol állami pénz van, ott komázás, baráti kervezés folyik, a szubvencionált vállalatok megbízhatatlanul könnyelműen gazdálkodnak, hegyalja esetében még sincs más kiút, mert a Tokaj hegyaljai termelők már úgy beleringatták magukat abba a gondolatba, hogy csak állami szubvencióval lehet rajtuk segíteni, hogy más megoldási módot el se tudnak képzelni. És hol volt akkor még az EU pénz? Ipta Albert javaslatát egyébként tettek, követték nem csak hegyaján, nevezetesen az országba felépítettek tíz úgynevezett közpincét, a sátorai helyi közpincet, egy gyönyörű szép épület. Ennek az volt a lényege, hogy olyan pincéket hoztak létre, ahol a termelők be tudták tárolni egyrészt a borukat. Voltak megfelelő nagy tartályok is, egalizálni lehetett ezeket, és és ezek a pincék úgy épültek, hogy lehetett például közlekedni benne kocsival, sokkal egyszerűbb volt a bornak a szállítása és manipulálása. De a liptai gondolat annyiból mégsem alaptalan ebben az esetben sem, mert ez a sátorjai királyi közpince, amit most feltetően EU-s pénzekből rekonstruálnak, legalábbis 2022-ben volt erre egy pályázat, és a pályázat indoklásába az szerepelt, hogy ez egy mennyire sikeres dolog volt, hát sajnos pont ott nem. És nem azért nem, mert Trianon miatt sátorai hely elvesztette hátországának nagyon jelentős részét, hanem azért, mert még ennek dacára se lehetett a bort jól eladni. És akkor jönnek itt is a példák. Először a császári királyi szőlőbirtokot említeném, ugye a mindenkori uralkodónak voltak hegyaján területei, és ezek a filés tükkök voltak, tehát a legjobb helyeken voltak ezek a területek. Az első adatok 1570-től vannak arról, hogy a császári udvar komolyabb mennyiségű tokait konzumál, sőt, arról is vannak adatok, hogy a Bécsben a Hofburgba betárolt boroknak egy jelentős része, tehát több mint a kétharmada tokai bor, ekkoriban a vahau, illetve osztrák borokat azt csak egyszergyártásra használták, mert hogy ott nem érett be a szőlő rendesen. Ma egy jobb termelő, hát olyan 20-30 eurós áron adja el a száraz borok palackját. A a kettőlt messze vannak. A császári királyi birtokok struktúrája cserékkel, vadásvételekkel változott, de a 19. század végére kialakult, és ami érdekes, hogy a a Habsburgok -ok igen sporolósak voltak, tehát próbálták az önellátást a Hofburgba megvalósítani, és nem szívesen költöttek pénzt borra, nem alapvetően az udvari birtokok borát itták, de a 19. század végére a tokai fogyasztás már egészen minimálisra csökkent. Vannak szerencsére elég pontos statisztikák arról, hogy mennyit isznak, mert hogy a Hofburgnak az összes kimutatása megmaradt, ezért tudjuk, hogy 16 különböző kategóriájú bor volt, ami folyamatosan fogyott, és ebből több fogyott Sámpányból, Bordóból és Madariából is, a tokai a negyedik helyen állt. De emellett a tokai mellett egyébként szoternit is ittak, tehát nem csak tokai volt az édes bor, amit ittak, és hát a császári királyi szőlőbirtokokon is volt két borkezelési katasztrófa. Ez azt jelenti, hogy a tarcali állami pincébe az összes bor megromlott vagy szinte az összes bor megromlott. Először ez a 1700-as -100 évek végén történt, az történt, hogy a borok beecetesedtek, és az azért lehetett, mert valószínű először csak egy hordó ecetesedett be, de a pince munkások az egyikből átnyúltak lopóval a másikba, a harmadikba, és lefertőzték az összeset, és Dercsényi János, aki egy patikus volt, őt kérte fel az udvar, hogy próbálja megállapítani ennek az okát, hogy itt mégis mi történt, mert iszonyatos volt az anyagi kár. És ugyanez megtörtént aztán a 19. század végén is, amit egy vizsgálat követett, amely megállapította, hogy például kenyérhéjakat dobáltak helyenként a hordókba, mert hogy a magyar borkezelő helyszínen úgy gondolta, hogy az a jó, hogyha egy ilyen flor keletkezik a bor tetején, mert akkor hamarabb lesz érett. Erről aztán az udvarban mást gondoltak, és egy Franciaországban végzett fiatal osztrák borást vettek fel, akit elküldtek Tarcalra, illetve az a döntés született aztán, erre mindjárt rátérek, hogy a félig kész borokat ezt a húgurba szállítják. Ez az árlista aztán, mert hogy a 19. század végéig az történt, hogy a borokat, amit termeltek, ez egy évi 1000 hektoliter volt, ezt részbe eladták a helyszínen, az udvar mondjuk megitta a 10 százalékát, meg valamennyit elajándékoztak. Így nézett ki a korai Hofkeller palack, és most ő a Montanovo Alfred Herceg főgmarestve előterjesztés, megvilágosodunk, hogy miért kellett itten változtatni. Azt mondja. Korábban a borokat csekély mennyiségű bésbe szállított aszút és eszenciát leszámítva egy nagy számban letelepedett kereskedőknek adták el 40-75 fillér per liter áron, ami egyáltalán nem állt arányba a borok értékével és a befektetett tőkével, illetve a racionális kincstári működés szempontjaival zárójel. A 40-75 fillér, ez úgy körülbelül az az ár, mint amennyire ugyanakkor egy balatoni vagy mártrajai bort meg lehetett venni. Tehát nagyon nyomott ár, zárójel bezárva. A koronabirtoknak mintabirtoknak kell lennie, és épp a tokai szőlőbirtok arra kötelezi a főduarmesteri hivatalt, hogy minden hamisítás nélkül a maximumot hozzuk ki abból, amire a terület képes. Egy ilyen mintabirtok az egész régió és az ország számára is hasznot hajthat. Arra tekintettel, hogy a tokai a rajnai borok mellé sorolható, felkiáltójel, és fiatal éveiben még jobb is, mint azok, felkiáltójel, Eredetileg olyan árveréseket terveztünk, mint amilyenek a Reingauban is szokásosak. Közelebbi vizsgálat után azonban ezt az ötletet a helyi adottságok visszamaradottsága miatt feltétlenül el kellett vetni. Ez vezetett ahhoz a döntéshez, hogy a tarcali és tokai készleteket a császári királyi udvarba szállítsuk, és az eladást itt szervezzük meg, és pedig nem hordós, hanem kizárólag palackos kiszerelésben, annak érdekében, hogy a hamisításokkal szemben fel lehessen lépni. A dolog háttere az, hogy a Filoxira vész kipusztította egyébként az összes szőlőt, és a császári királyi udvar egyébként nem állami, hanem a, a uralkodó magánpénztárából ezeket a birtokokat újra telepítette, nagyon-nagyon sok pénzért. Ez alapvetően a Tarcalon, illetve Tokajban a mai hétszőlő és nagyszőlő területet illeti és így néztek ki az új termékek, amiben az az érdekes, hogy egyszerre született döntés arra, hogy lesz külön magyar címkés, meg külön német címkés. Tokai asszú, hát ugye dualizmus van, itt mind a kettőt látjuk. Ami érdekes, a borok fogyása ugyan nem alakult jól, egyszer a nagykereskedőt is váltani kellett, de a császári királyi szőlőbirtok nagy nehezen a boroknak egy jelentős részét azért el tudta adni. Ebbe természetesen segített, segített neki a háborús konjunktúra is. Talán, hogyha nincs világháború, akkor ez a birtok megállt volna a lábán, nem tudjuk. Mindenesetre azt tudjuk, hogy itt nagyjából évi 1000-1500 hektoliterről van szó, ami azért nem kevés, ez egy nagy mennyiség, pláne ha mindent lepalackoznak belőle és ami biztos, hogy a császári királyi udvarban a Hofburgon belül külön egy emeletet lefele ástak azért, hogy ezeket a tokai borokat el tudják helyezni, és akkor mint a színvonalán kezelték őket, és egy örökség ebből megmaradt, hogyha visszatérek a itallapra. Az itallapon 12 tétel látható, és egyszerre a tokai borok palackozásával a Schloss Johannisberget is itt töltötték le, nevezetesen azért, mert hogy a Metternich féle Schloss Johannisberg birtokból egy 1815-ös szerződés alapján a Habsburg háznak 10% járt. És ezt a 10%-ot mindig el is hozták a Hofburgba, és ott is nagyon sok fajta bor alakult ki, amelyeket a kapszula színével különböztettek meg. Így van rótlák, gelblák, meg grünlák a Schloss Johannisbergből. Ezek elég húzó borok, tehát ha megnézzük, a legolcsóbb, a fapados Johannisberg mondjuk 16 euró, és mondjuk a jobb az 70. 70 euró, tehát itt már 30 ezer forint környéken járunk, egy palack ért. Ezen a akkor, amikor a császári királyi szőlőbirtok árlistája megjelent, és ugyanúgy a tokaiak is kapszula színnel voltak megkülönböztetve, nagyjából egy árba volt a kettő, és ami érdekes, tehát hogy azt mondja Montenegro herceg, hogy ezek még fiatalon jobbak is. Azt gondolom, ez részben a klímaváltozás miatt nincs már így, mert hogy akkor a Rheingau-ban nem érett azért minden évben annyira könnyen be a szőlő, több volt a sav, és nehezebb volt inni azokat a borokat. Száz királyi pince, már beszéltem, itt három, három fénykép van, de ami érdekes, hogy Amint említettem, a Fukier borháznak egy nagyon komoly készlete volt, több ezer, tehát kb. 5000 olyan palack volt ott, ami 1811 előtti évjáratokból származik, és minden jel szerint ennek a készletnek egy része Németországban most is lappang. Az első palack azért érdekes, mert hogy nem találtunk technológiai megoldást, hogy hogy lehetett egy üvegpalackba a széttörés nélkül egy, egy ezüst pénzt bele injektálni, de mindegy. A második palack az egy vélelmezhetően 1650 körüli, a harmadik pedig 1788-as, viszont ez az eredeti Hofburg címkés, ami a, cár, a száz királyi pincéhez került. És jöjjenek most itt a magyar cégek. Az első a Tokahegy, a vidéki borkereskedelmi részvénytársaság, amelyik az első világháború végén alakul, és a világgazdasági válságnál csődbe megy, annak ellenére, hogy a birtokosai nagy része, az maga is főnemes arisztokrata volt, többek között József Főerceg is benne volt ebbe a cégbe, de ők tönkre mennek. Amikor tönkre mennek, a magyar állam úgy dönt, amit aztán sokszor megismételt azóta, hogy szanálni kell a tokai borpiacot, és először 300 ezer pengőt, majd aztán megint 300 ezer pengőt, és aztán megint belerak a tokai hegyaljai bortermelők pince szövetkezetébe, amelyik azonban soha nem tud nyerességes lenni, annak ellenére, hogy ezeket az állami tőkeinjekciókat folyamatosan megkapja. A kudarcok a kettős. Az egyik, hogy nagyon magas volt a cég rezsiköltsége, Lásd Liptai Albert előző, kesergését, az bátyám rendszer kedvezést. Tehát itt évi 200 ezer pengős rezsiköltség mellett működtek. Nagyon sokat utaztak az USA-ba, meg Nyugat-Európába, de egyébként Egyiptomba is. De az is igaz, hogy az eladások azok így lassan, de biztosan mentek felfelé, csak az állam egy idő után nem bírta finanszírozni, és csődbe mentek. 38-ra céget felszámolják. A Váldbot Bassenheim birtok hegyei egyik vezető nagy birtoka. A Váldbot Bassenheim családnak kb. 200 hektár szőlője volt. Ez egy nagyon, nagyon, az egyik legnagyobb birtoktest, Az Andrássiaknak volt talán ehhez hasonló mennyiségű, de ott jobban szórt, mert hogy a különböző ágaknál voltak ezek. A Váldbot Bassenheim birtok viszonylag sokáig állt fent, és ők nem mentek csődbe, de itt is érdekes, hogy mennyire különböző címkék jelentek meg, mert ez mondjuk szerintem egy nagyon szép ízléses címke, de voltak ilyen fekete-fehér címkék is, illetve nagyon-nagyon egyszerűek. A legöregebb cég, a Zimmermann Lipót és fiai, ez egy abahúj szántó és kereskedő cég, ők a hegyai a történetének leghosszabban működő cége, 1854-től 1933-ig, aztán a világgazdasági válság miatt ők is csődbe mennek, volt egy újjáalakult Vinea nevű cégük, ami aztán igazából 1947-ig működött, de tanulságos, hogy itt is a, a történet nem évszázadokra nyúlik vissza, három generáció, ez volt a leghosszabb történetű cég, egyébként egy nagyon sikeres volt sok szempontból, ők felvásároltak is szőlőt, valamint saját területük is volt több, mint, 50 hektár. A tipikus hegyaljai termelő azonban nem ez a három generációs, hanem az egygenerációs termelő, mint például Adriányi Kálmán, akinek a, itt 1840 az a születési dátum, a 29 meg a halál, amint látjuk, a tokai palack se formájú palackit, itt kell megjegyeznem, hogy az, hogy legyen egységes palack, ami hitelesített űrméretű, ide a borvidék 1913-ba jutott el. Tehát addig nem volt egységes sűrméretű boros palack, nem beszélve arról, hogy mivel nagyon nehezen lehetett eladni a bort, ez egy megoldásként bejött az, hogy a borok egy részét gyógytokaiként adták el, tehát orvosságos üvegbe, csak ugyan, a benne van a gyógyszerkönyvben a tokai, gyógyszertárba is lehetett kapni, csak sajnos nem írták fel de a borok kiszerelése az sokszor ilyen ilyen orvosságos üvegre emlékeztetett. egyébként az osztrák-magyar hadseregnél is be volt vezetve a szolferinói csatába például, a hadi orvosok ellátmányába volt tokai. Kérdés, hogy üres vagy tele volt, de volt. Most Adriányi Kálmán esetében, amikor ő meghalt, egy nagyon komoly pincekészlet volt, és 1866-os aszukat küldött ő még Ferenc Józsefnek a 1914-es nem tudom milyen eseményére. És az adriányi pincében voltak ö, ö, nagy üvegballonokba is asszuk, és van egy típusú bor, ami most már nem nagyon létezik, ez a GCR asszu, ami azt kell érteni, hogy az asszú igazából kierjed szárazra, mert hogy 20-30-40 év alatt hiába indult öt puttonnyal, a végén már szinte semmit cukor sincs benne. Az Adriányi pincében ilyen nagyon-nagyon magas alkoholtartalmú száraz is voltak az Eszterházi birtok. Ez egy különleges birtok azért, mert hogy ennek a birtoknak a kezelője 1918 után nem volt más, mint Ostenburg Moravek Gyura, közismert fehér terrorista különítményes tiszt. A birtok csődbe is ment. Vélelmeztetőnek nem teljesen független Ostenburg Moravek Gyura üzleti képességeitől, illetve annak hiányaitól, de itt is érdekes, hogy az eszterháziak ők befektettek ebbe a borvidékbe, eredetileg nem voltak birtokosok. Tehát 1867 után vesznek területet a Bombolyban, és elég sok lengyel címke került elő, tehát exportáltak is, de nem tudtak sikeresek lenni. Van egy olyan cég, ami különleges ebben a sorban, mert hogy ez a cég most is létezik, azonban nem Magyarországon, a Flegman és társai, túlélte a holokausztot, ők egy abahújszántói zsidó hátterű cég voltak, és ha jól emlékszem, vagy az usa vagy Izraelben ma is működő borászatuk van, de ők is csak 1883-tól működtek. Van egy ilyen tanásköztárságra hajazó kicsi címke, ez a Magyar Úriborok Tokaj-hegyai termelők Szövetkezete. Ők szintén alapvetően arisztokratáknak a birtokait próbálták tömöríteni egy eladási közösségbe. Ez a társulat is csak 1934-ig élt. És végül egy, egy borkereskedő család, a paludjai család, ahol szintén van három generáció. A paludjai család egy elszegényedett kisnemesi család volt, ahol paludjai József, az első ember egy hotelt is nyitott, majd a fia, fia lett, aztán igazából bornagykereskedő, és azzal futott egy óriási karrierbe, hogy elnyert egy tendert, nevezetesen Miksa a mexikói császárnak a borait ő szállíthatta Mexikóba, és ezt úgy tudta abszolválni, hogy egyetlen egy palasz se robbant fel, nem merjed be, és nem tört össze. És ez egy, abban a korban egyébként, mondjuk Magyarországról Mexikóba exportálni, az egy logisztikai kihívás volt, és nem véletlenül aztán ő udvari szállítóvá is válhatott ennek köszönhetően, a fia ezt a dolgot tovább vitte, de 1932-ben ez a cég is csődbe ment. Igaz, 39-ben újjá alakult, de aztán 45 be a történetnek vége szakadt. Ennyi lett volna az a kis cégmozaik, amit én önöknek be tudok mutatni erről a világhírű borvidékről, ami egyrészt mérhetetlenül szomorú. Mert azt látjuk, hogy ez a borvidék eddig nem tudott sikeres lenni. Nekünk mégis borzasztó fontos. Az, hogy miért nem lehetett sikeres? Azt gondolom, az hangzottak alapján talán önök is így láthatják. Összefügg azokkal a reakcióképtelenségekkel, amelyel a magyar termelő és a magyar politika sokszor történelmi helyzetekre reagál. Köszönöm szépen a figyelmüket!